Ez volt a legsúlyosabb baleset azok közül, amelyek kedd hajnalban történtek. A Sárkeresztúri úton két személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. Az elsődleges adatok alapján egy Seat Ibiza haladt befelé a városba, amikor szemből egy Peugeot-val összeütközött, ami áttért az ő sávjába. Ezt követően a Seatba hátulról nekiütközött még egy Ford Transit is. A rendőrség elsődleges adatai alapján úgy tűnik, hogy ez az 57 éves férfi, aki életét vesztette a balesetben, nem használta a biztonsági övet, de a hatóság még vizsgálja, hogy az utasok bekötötték-e magukat. A balesetben 5-en sérültek meg, és a helyszínen egy személy sajnos elhalálozott. A székesfehérvári tűzoltók itt is a járművek áramtalanítását végezték el, majd a rendőrségi helyszínen is követően megszüntetik a forgalmi akadályt. Ez már egy másik baleseti helyszín. A bentellei erdő közelében egy autó fának csapódott. A sofőr könnyen sérült, a kocsiban utazó fiának azonban nem lett baja. Mentünk Székesfehérvár felé, előttünk egy autó, igen, lassan ment. Anyukám 60-an előzésbe kezdett, megcsúszott. Megcsúsztunk a jégen, anyukám próbálta ellenkormányozni, de nem sikerült. Belecsúsztunk a zárokba, pördültünk egyet, és a fa fogott meg. Összesen 8 baleset történt a városban és annak környékén, ezek miatt 2-en súlyos, 13-an pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az enyhe idő ellenére az utak hajnalban helyenként csúszósak voltak, a csapadék ugyanis ráfagyott a burkolatra.